Szép jó estét mindenkinek, szervusztok! Örülök, hogy ennyien eljöttünk ma Sopronba. Annyiszor beszéltem a zenről, hogy most tényleg nem tudom, hogy mit mondjak. Annyit tudhattok a zenről, hogy az már szinte több, mint az enyém. Örömmel jelenthetem, hogy a zen az sohasem arról szólt, amit tudunk. Sokkal inkább arról szólt, amit nem tudunk, de tapasztalhatunk. Feltette de bármikor is a kérdést, hogy mi az, ami hall a füleddel? Mi az, ami lát a szemeddel? Mi az, ami érez a bőröddel? Gondolkodik, beszél, cselekszik. És ez belül egy valami? Vagy több? Egy részét látjuk, más részét nem látjuk? Az elmúlt pár ezer évben nagyon sok koncepció született erre. Annyi koncepció született erre, hogy nem látunk ki belőlük. Könyvek ezreit írták erről, kommentárok tízezreit, és az emberiség mindig is tudni akart. De láthatod-e a szemedet? Hallhatod-e a füledet? Tudhatod-e a tudatodat? Ezek olyan kérdések, hogy úgy tűnik, hogy rövidre zárják a gondolkodást, és itt nincs miről gondolkodni, mert leszűkítettük a tudatmozgás terét. Egy pontra mutat minden. Tehát mi az, ami hall a füleddel, lát a szemeddel, érez a szíveddel? Ekkor történik meg az, amelyet a történelem során nagyon kevesen, nagyon ritkán gyakoroltunk, hogy a kifelé vetített energiát, a térben és időben kereső energiát visszafele fordítjuk, és a lélek belsejében próbáljuk meg megtalálni azt a tudatosságot, azt az emberséget, azt a természetet, amelyek valójában mi vagyunk a zen, koreaiul son, kínaiul chan, előtte channa, eredeti szanszkrit gyána, pontosan ezt az elmélyedést, befelé fordulást szolgálta. Ez az egyé útja nem a szavak és az írások és a gondolatok útján, hanem azon az úton, amely visszatér oda, ahonnan ezek a gondolatok születnek, ezek az érzelmek megjelennek, ahonnan a szó kipattan, ahol az alfa és az omega találkozik. Ez az, ami nem fogható szóba, de tapasztalható. Aminek nincs neve és nincs formája, nincs élete, nincs halála, de látja a nevet, a formát, az életet, a halált, a jövést és a menést. Szanszkritul ezt a minőséget vidjának nevezik. Ebből jön a vidére videó szó is. Látás. Amikor Buddha Sákyamuni elérte a megvilágosodást, meglátta, hogy mindenkiben, minden emberi lényben megvan a megvilágosodás képessége. Amikor viszont ezt nem gyakoroljuk, és az illúzióink elöntenek minket, mert hagyjuk, akkor az avidjá, a nem látás áll be. Ekkor alakítunk ki hamis képet magunkról, hamisat a másik emberről, és hamis képet a világról. Ekkor nem látjuk jól, hogy hogy működünk mi, emberek, egyénként, párként, családként, társadalomként. Így azt sem látjuk jól, hogy a természet hogy működik, a világ hogy működik. És érdekes módon, nagyon sokszor annak a tapasztalata, ami nem tudható, de ez a látó, ennek a tapasztalatnak nagyobb értéke volt, mint bármiféle teológiának, ideológiának politikának, történelem szemléletnek, mert mélyebbre ment, alaposabb volt, és egységet hozott létre a lélekben, gondolatok, szavak, múlt és jelen és jövő kivetítése nélkül. A meditáció útja ez. Szándékosan, kultúra és hagyománymentesen fogalmaztam. Olyan terminusokban, amelyek minden emberre érvényesek, hiszen mindenki, aki emberi testbe születik, az felnő, megöregszik, és meghal. Eközben átél boldogságot, szenvedést, betegséget, egészséget, különböző szélsőségeket, és ezeket a tapasztalatokat nagyrészt nem tudjuk hova rakni. Egyiket oltjuk ki a másikkal, vagy erősítjük a másikkal, és ahogy a költő mondta, mint egymásra hordott tűzifa, egyik nyomja a másikát, és így mindegyik determinált. A függő keletkezésről így a magyar költészetben tömörebben, világosabban nem nagyon fogalmaztak, mint ő. És József Attila óriási szenvedésen ment keresztül, és azért tudott ilyen érzékenyen és ilyen mélyrehatóan írni, hogy amíg magyar nyelven beszélnek ezen a földön, nincs olyan ember, aki elolvasná azt, hogy nagyon fáj, és ne csordolnak ki a könny szeméből. Tehát a szenvedést mindannyian átéljük. Egymás szenvedését is át tudjuk élni, ezt hívjuk együttérzésnek. És mindannyian képesek vagyunk a bölcsességre, amely kivezet ebből a szenvedésből, azaz a szenvedést átalakítja a felébredés útjává. A szenvedés sosem fog teljesen eltűnni. Csökkenthető, főleg az ember által teremtett szenvedés, de teljesen sosem fog eltűnni. Ha az emberi társadalom már pusztán odáig eljutna, hogy csak az emberi születésből következő természetszerű szenvedéssel kelljen foglalkoznunk, az már egy óriási haladás lenne. Tehát a születés, öregség, betegség, halál, ez a négy, ez elkerülhetetlenül része mindenkinek, aki emberi testbe született. És ezzel még nem is lenne igazából nagy probléma. De az, amit mi magunk teremtünk, a háborútól az éhénységig a szociális problémáik, a gazdasági, az erőforrásbeli, mindenféle problémát, amit mi teremtünk a saját avidjánkból, nem látásból fakadóan, azzal bizony kéne kezdenünk valamit, és úgy tűnik, hogy mindaddig körben forgunk, ameddig nem értünk el valamit, ami nem mozdul, ami nem keletkezik és nem szűnik meg, ami nem lát elég tisztán. Tehát, ha elég tisztán látunk, akkor nem követjük a reaktív tudatunkat. Nem megyünk bele a kapzsiság és dűszélsőségeibe. És ezekből a reakciókból nem kovácsolunk egy én képet, hanem visszatérünk tiszta, igazi önvalónkhoz. Ha megnézed, az önkép és az önvaló szinte egyikünkben sem egyezik. És minél nagyobb a távolság igazi önvalód és az önképet között, annál nagyobb a szenvedés, amit mi magunk csinálunk. Annál nagyobb tévedésben vagyunk. Ezért igazán fontos az az út, amelyre szinte mindig a válságaink terelnek rá, hiszen semmi másra nem hallgatunk mélyen csak a kényszerre. Ha csak örömben és boldogságban élhetnénk, soha nem változnánk igazából. De a válságaink, a kényszerek, a szinte megoldhatatlannak tűnő helyzetek, ezek rá kényszerítenek valamire, hogy olyat lássunk magunkban és a másikban, amit eddig nem. Ennek a látásnak az útja a meditáció. Nagyon sokan kérdezik, taníts nekem zent! És én mondom, valójában mire vagy kíváncsi? Hát hogy megy az ott kint Kóreában? És én, én mondom, ha azt szeretnéd, akkor megtanulsz egy technikát, mely pontosan olyan, mint ez a palack. Megvan az alakja, megvan a működése, és van fontos tartalma. De ha csak a technikához ragaszkodsz, akkor sohasem fogod a meditáció munkáját, azt a lelki benső munkát elvégezni, amely elsősorban attól függ, hogy mennyire mersz őszinte lenni önmagaddal, mennyire mersz látni belül, mennyire nyitott ki a tudatodat, mennyire fogadod el a saját tapasztalatodat. Mennyire vagy hajlandó félretenni a szokásos dualisztikus reakcióidat? Mennyire vagy hajlandó félretenni a ragaszkodásaidat és hamis azonosulásodat? Mert ha igen, akkor meg tudod inni azt a vizet, ami a palackban van. Akkor meglátod azt, hogy a technika miről szól. Mindig azt mondom, hogy a darma az egy olyan bölcsesség, mint a kétélű kard. Az előtted levő dzsungelszerű liánokat, amely a téves nézeteit bonyolult szövevénye, azt is elvághatod, de ugyanazzal a mozdulattal, ha rossz irányba visszed magadat is. Ez a magunk felé fordított kard, ez az úgynevezett darma baleset. Ez a baleset akkor következik be, amikor hosszas meditációs gyakorlat után kimondjuk azt, hogy én már pont-pont-pont elértem ezt, ennyiben változtam. Én, én, én. Ekkor elvész az a pillanatnyi tiszta tudat, amely az égkék és a fűzöld pillanatnyi nyiságából indul ki, amely tisztán lát, tisztán hal, tisztán cselekszik ebben a pillanatban, szabadságot és felelősséget egyaránt gyakorol, de nem gyártja le azt az önképet, hogy én. Mert mihelyt kimondad, eltávolodtál igazi önvalódtól. És itt nem a nyelvi jelre gondolok. Tessék nyugodtan továbbra is használni azt a szót, hogy én, vagy ich, vagy I, vagy csegá, korea De hogy mi van mögötte, milyen én tapasztalat van mögötte, hogy ki ez a személy, az az, ami nem mindegy. Az az, ahova közel kerülhetsz a meditáció gyakorlatával, eloszlathatod hamis önképedet, visszatérhetsz igazi önvalódhoz, és ekkor tisztán ismered fel a helyzetet, tisztán teremtesz kapcsolatot, és tisztán működünk együtt. Honnan tudjuk, hogy ez lehetséges? Onnan, hogy volt a világban szinte minden táján olyan aranykornak nevezett szellemi időszak, amikor a népség nagy részt harmóniában élt együtt, amikor volt egy normálisnak mondható vezetés, és rendezetnek látszottak a viszonyok, és az emberek szívesen emlékeztek vissza rájuk, pontosan akkor, amikor ezek eltűntek. Ilyen volt Kínában a Tang dinasztia, nagyjából Krisztus után az 5. századtól a 9. század végéig. Ilyen volt a Silla dinasztia Koreában, amely picit tovább tartott hasonló időszakban. Nálunk ugye a Európában a karoling reneszánsz a középkor kellős közepén és utána, amikor az igazi nagy meg felvilágosodás következett, nálunk az a reformkorral lehetett egyenlő, ugye. És a kiegyezés után nagyjából az első világháborúig. Erre úgy emlékszünk vissza, mint a boldog dualizmus időszakára, amely nem tudat nem történelmi dualizmust jelentett, és akkor egészen jól sikerült csinálni a dolgunkat egy kis koprodukcióban a sógorokkal de ezek is eltűntek. Tehát miért tapasztalunk hét esztendőt, és utána a rövid bőség időszakát? Miért kell ezeket a kanosszákat és a mennyországot megjárnunk egyénileg, családilag, társadalmilag, és emberi civilizációként egyaránt? És a válasz az, hogy azért, mert nem tudjuk megtartani a tiszta tudatot. Ha meg tudnánk tartani, akkor nem azonosulnánk illúziókkal, és nem homokpadra szeretnénk építeni várat. És minél illuzórikusabb egy kor, minél több téves nézet van benne, annál több kapzsiság, és annál több dű van benne, és annál nagyobb a szenvedés, amit teremtünk. Tessék megnézni. Hogyha pedig találsz egy harmonikus, viszonylag élhető korszakot, vagy kultúrát, akkor az arról ismerszik meg, hogy nagyjából középen egyensúlyban van a társadalom hierarchikusan vagy demokratikusan de integrálódik, nem vészel sem a szabadság, sem a felelősség egyéni és csoportszinten egyaránt. És innentől kezdve, amely a szélsőségekbe megy, amely az illúziókat követi, amely csak reakciókból dolgozik, és nem proaktív, kreatív magatartást tanúsít, az szükségszerűen szenvedést termel. És most semmi másra nincs szükség, mint arra, hogy nézd meg a saját életedet. Az egyéni életünk is korszakokból áll. Ez is olyan, hogy emlékszel mondjuk a boldog tizenéveidnek egy szakaszára, amikor kevesebb dac volt, kevesebb makacság, jobb volt a viszony a szülőkkel, a testvérekkel, nővérekkel. Utána pedig mindannyian felnövünk, és ilyen rusnya problémákkal küzdő felnőttekként itt szépen mendegélünk az iszabban. Mikor lesz ebből az iszabból gyönyörű, aszfaltos, hengerelt út? Amikor azzá változtatjuk. Amikor egy picikét befelé fordítjuk az energiánkat, és megszűnünk panaszkodni, megszűnünk kivetíteni, megszűnünk kívül keresni a megoldást, és a legelső mozdulat az, hogy megnézem, hogyan járulok én hozzá ahhoz az élethez, amit tapasztalok és tapasztaltatok másokkal. Hogy csinálom én? Nem másban keresem a hibát vagy az erényt, az ok és okozatot szeretném tisztán látni belül. Amit gondolok, amit érzek, amit mondok, amit teszek, ezek mennyire mutatnak egy irányba? Tényleg merem-e mondani azt, amit gondolok? Merem-e cselekedetté változtatni az érzelmeimet? Mennyire tiszták ezek a csatornák? És akkor kiderül, hogy hazudunk-e magunknak, mert ebből Fakad minden olyan kettősség, álságosság, amit a külvilág felé kivetítünk. Ez a fajta önvizsgálat nem jóra és rosszra, bűnre és edényre tagozódik. A buddhizmusban belül tiszta, tükörszerű, térszerű tudattal látsz, és engeded, hogy a karmádnak a filmje megjelenjen. Először azt hiszed, hogy te csak egy színész vagy, akit valaki rendez ebben a filmben. De ha leülsz, és meditálsz, akkor előbb-utóbb rájössz, hogy bizony te vagy a rendező. Te rendezed azt a szemét, azt az önképet, amely a filmben megnyilvánul. Körül vagy véve, családtagokkal, munkatársakkal, barátokkal, ellenségekkel, és a saját szerepedet te rendezed, nem más. Igen, nem, ez még önmagában nem elég. Az a film hogyan jelenik meg? Valahol van egy képész szoba. Valahol van egy mozigép. Mi az a gépezet? Mi az a mechanizmus, ami az érző lények közös világtapasztalatát megteremti? Na ehhez be kell lépned a tudatod mélyére. Ezt e, úgy hívják e, szanszkitől, hogy sróta srota ápanna az, aki a folyamba lépett. És a folyamba lépők azok, akik látják a saját tudatuk működését és nem csak meditációban egy idő után, hanem valós időben, a mindennapi életben. Egyszerre látod azt, hogy belül és kívül hogy működsz. Ezért kell gyakorolni, hogy azt a nagyon vastag guánót, ami lerakódott keményen vastagon, azt szépen lekaparjuk, és ellapátoljuk az útból. Semmi más dolga nincs a gyakorlatnak. A buddha természetedhez nem tudsz hozzátenni, és nem is tudsz elvenni belőle. Ahogy a fürdőszoba tükrödet sem tudod vastagabbá vagy vékonyabbá tenni a hétköznapi eszközökkel. De hogy mennyi rúzs van rárajzolva, mennyi szappanhap szárad rá, mennyi egyéb szennyeződés van rajta, na arról tehetsz. Na azt szépen le tudjuk sikálni róla. Amikor a hatodik pátriárka, az Hui Neng, 34 generációval a butha után, a hatodik kínai pátriárkaként egy kőkemény helyzetben volt, megkérdezte az őt üldözőt, amikor nem gondolsz jóra és rosszra, akkor mi az eredeti arcod? Tehát igazi valód. Erre az őt üldöző ember megvilágosodott, és a tanítványává szegődött. Úgyhogy nekünk milyen mohács kell? Nekünk milyen üldözés kell? Milyen válság kell? Hogy egy ilyen kérdést magunknak fel tudjunk tenni. Hogy amikor nem gondolsz jóra és rosszra, akkor valójában mi vagy? Úgyhogy ezen az ezt az utat ajánlja föl, a gyakorlat segítségével ezt a tudat folyamot lehet megnyitni, és a gyakorlat eredményes. Pontosan annyira eredményes, amennyi energiát beleteszel. És ehhez nem kell a saját életmódodat megváltoztatni. Ehhez nem kell a külsőségeken változtatnod. Belül kell ezt megtenni. Ahogy ezt a szerzetesi iparákban mondjuk, ne a külső hajat vágd le, hanem a szívedről a szőröket, azokat szépen szed ki. És akkor egy picikét érzékenyebb és erősebb, tisztább és együttérzőbb leszel. Szerintem bevezetőnek ennyi bőven elég, és most tisztelettel kérem, hogyha van kérdésetek, tegyétek fel a mikrofonok segítségével. Nehezen tudom megfogalmazni így elsőre, vagy így összegezve a, a gondolatom, vagy a véleményem, de hogy valami olyasmi van bennem, hogy, nem biztos, hogy látszódik az a világban, vagy másoknál, hogy keresnék ezt a belső önmagukat. Nyilván ezt nem tudom, ezt nem tudhatni. És azt is látom, hogy, akik, hogy olyanok is vannak, akik meg sokat tesznek mondjuk azért, hogy találkozzanak ezzel, a belső önmagukkal, és hogy nehezebben megy a szekér ezeknek az embereknek. Akár külső világukban, akár belső világukban, még olyannal is lehet találkozni szerintem, vagy én találkoztam már jó néhányal, Kik erre kevésbé figyelnek, vagy úgy tűnik, hogy kevésbé figyelnek, mégis a látható, vagy ilyen emberi szemmel egészen kerek az életük, és hogy ez, ez egy karmikus helyzet, azt gondolod, vagy ennek mi lehet a hátterében? A hátterében döntések állnak, és minden helyzet karmikus, mert az ok és okozat vezetett oda. Ahogy használtad azt a szót, hogy karmikus, és ezzel tényleg nem vagy egyedül, az hasonlít az európai végzetszerűség fogalmához. Ez annyiban releváns, hogy nagyon sokszor a magunkkal hozott karmát érvényesítjük, és amennyiben nem látjuk át ezt a karmát, annyiban ez végzetszerű, mert nem tudunk vele kezdeni semmit. Ha átláttad a karmádat, akkor tudsz leválasztódni róla, és akkor tudod a kezdetet és a véget szabályozni, ekkor van utad a sorsod helyett. Azok az emberek, akik az 5-10 százaléknyi tudatos személyiségnél mélyebbre látnak, azok elkezdik a tudatalamban meghúzódó problémákat szépen felgöngyölíteni, megoldani. Az ön esetében ez nem egy explicit darabonként rendszer szerűen érvényesülő folyamat, tehát nem olyan, mint a terápia, hogy mész időről időre, és egy külső pont, mondjuk egy terapeuta szépen pontról pontra módszeresen felgöngyölíti. A zennél lent hagyjuk ezeket a tudattalamban, mert ami nem akar följönni, az maradjon lent nyugodtan, viszont ami följön, aminek meg kell mutatkoznia, amivel találkoznod kell, amit látnod kell, azt meg kell oldanod. Na ezért azok, akik gyakorolnak, azoknak az élete átmenetileg nehezebb. És ez válaszol a kérdésed egy részére. Mikor fordul a kocka, mert ezért minden korcsai versenyben van csere a pályán, akkor, amikor válsághelyzet van. Ugyanis, ha addig nem oldotta meg a látszólag könnyen élő lény a tudata mélyében húzódó megoldatlanságokat, akkor a válság idején ez mind ráomlik, mind. Aki viszont egy kicsikét előre dolgozott, az felszámolta azokat a paradoxonokat, amelyek lebékíozták, és helyettük helyes paradoxonokat, kreatív, előrevívő ellentmondásokat épített ki mindannyian használunk elektromosságot. Mivel szeretjük ezt rákötni fogyasztókra, a rövid zárlatot nem szeretjük. Tehát amikor egy válság rövid zárlatba merevíti az embert, akkor egyszerűen nem tudunk mozdulni, le vagyunk merevedve, egyik szélsőség. Pánikbetegség és mindenfelé tízezer fele szakadunk, másik szélsőség. Ez azt jelenti, hogy az impulzusok súlya alatt a tudat nem tudott egyben maradni nem tudta megőrizni tiszta, térszerű, tükörszerű természetét. Miért? Egy, lehet, hogy sohasem tapasztalta. Kettő, ha egy picit tapasztalta, azt hitte, hogy neki ennyi elég, és nem tréningezett, nem gyakorolta, nem vált erősebb szokássá, mint bármilyen más karma, ami megütötte. Néha legborzasztóbb az, amit belül látsz, mert nem tudsz elmenekülni előle. És menekülünk is jó, jó messzire. Na, ezért van az, hogy kevesebben gyakorolnak, mert ez elkerülhetetlenül szellemi felnövekvéssel jár, és imádunk az infantilis illúzióink között maradni. Úgyhogy ez nagyon sokban összefügg azzal, hogy mennyi szenvedést éltünk át. És ez elsősorban nem külső események függvénye, hanem belső érzékenység függvénye. Tehát mennyire vagy érzékeny, mennyire látsz jól mennyire tudod átvenni azt az érzelmet, ami a környezetedben van. Felfogni azt a gondolatot, amely feléd áramlik. És hogyha elég érzékeny vagy, akkor a hétköznapi élet is olyan elképesztő impulzusokat tud adni, hogy azon nyomban belül keresed a megoldást, és nem kívül. Aki nem elég érzékeny, annak kőkemény válsághelyzetekre van szükség, nagy szélsőségekre, hogy valami az egóból letörjön, hogy valami megmozduljon és az abszolútnak gondolt fogalmak és tapasztalatok, azok relativizálódjanak. És a legutolsó, ami relativizálódik, az az, amit én gondolok saját magamról. Tehát mindenkinek valahol az arhetípusai legmélyén fix önképe van. És amikor ez a fix önkép borul, onnantól kezdve van utad. Addig csak foltozgattunk. Az igazi kérdés az, hogy mennyi szenvedés kell ahhoz, hogy végre ezt az energiát befelé fordítsd és belül keresd a megoldást. Általában, amikor a külső lehetőségek megszűnni látszanak, akkor iszonyatosan bezárva érezzük magunkat. Ekkor van az egyik szélsőség, hogy leblokkoltam, másik szélsőség, hogy szétrobbantam. Úgyhogy minél érzékenyebb az illető, annál hamarabb van ez a fordulat. És akkor elkezd gyakorolni valamit, és hogyha az gyakorolja, akkor szépen a tudattalamba egyre több mantra megy, egyre több meditáció megy, és a szépen lent sütfőz takarít, és a tudat küszöb alatt rendet csinál. Pont annyira, amennyire ezt te magadnak megengeded. Vannak olyan irányzatok, amelyek mindent fölhoznak a tudat alól, amit csak kell, megfoltozzák, megtisztítják, és visszaküldik oda. Az ennél mondom, ez nem mechanikus, nem mesterséges, hanem természetes folyamat, a meditáció során aminek a felszínnek kell kerülni, az oda Aminek nem, az szépen marad lent. Konyhai szemetet sem szoktuk megszámolni és kartotékolni, azt kidobjuk, még hogyha szelektíven gyűjtjük, akkor is. Jó? Innentől kezdve, hogy ki miért nem gyakorol, az sokkal kevésbé fontos, mint hogy te miért gyakorolsz. Oké? Okay? Egyéb kérdés? Hát lehet, hogy kicsit gyerekesnek fog tűnni a kérdés. Annyi volna a kérdésem, hogy. Ö... A karmámat az ennel tudom-e befolyásolni pozitív irányba? Igen, tudod. Ez volt a kérdés lényege. Nekem is van egy kérdésem neked. Igen. Mi a karmád? A, hát tulajdonképpen a, a feladatom, a, az életutam, amit végig kell csinálnom. Jó. Az én, én megfogalmazásom, az én érzésem alapján. Ez kiinduló <laughs> koncepciónak nagyon jó. De azt engedd meg, hogy ahogy az zen gyakorlod, ugye a karmádról alkotott kép és a saját magad felfogása ez változni fog. addig rendben is van, de akkor mikor, tehát amikor tudom a karmámat, tegyük fel voltam egy egy karmikus utazáson, megjelent a film, akkor ezt a filmet én tudom befolyásolni az zennel? A filmhez való viszonyodat tudod befolyásolni az ennél, mi direkt nem nyúlunk a filmhez. Uh -huh. Az a film nagyjából a múltból van, nagyon ritkán a jövőből. A pillanatról meg senki se készített filmet, csak egy állóképet, és mire elkészült az már régi okafogyott lett. Tehát, amikor a múltnak a filmjeit nézi az ember különböző ö, szellemvasutazásokon, akkor az ehhez való viszony a legfontosabb. Az egyik az, hogy ez nem te vagy. Tehát, hogy az ezzel való azonosulás az hiba. Ebben részed van, hogy ez a múlt így kialakult. De mivel ez elmúlt, minden olyan fontos karma, ami akkor történt, az a jelenben megnyilvánul. Tehát nem kell macerálni a múltat. Miért? Mert ami elmúlt, az hadd múljon el, ami pedig nem múlt el, az itt van a jelenben. Tehát nagyon sokszor ilyen kérdéseket kapok, hogy szunyim, szunyim, látod-e, hogy én mi voltam előző életedben? Mondom, azt szerencsére nem látom. De azt látom, hogy mi lett az eredmény, mert itt van előttem. Tehát ez lett az eredmény. Hasonló kérdés, hogy kikkel találkozhattam én előző életemben. Mondom, az teljesen mindegy, hogy akkor kikkel találkoztál, de annak az eredménye most az volt, hogy ebbe a rossz társaságban keveredtél. Tehát vigyázzunk azzal, hogy ugye hova mászkálunk a múltban, mert nem a múlttól várunk valamit, hanem a jelen pillanat okozatiságát kell fölfogni, és ez élő, ez nem múzeum. Jó? Tehát nagyon fontos az, hogy a saját erekjeinket, kiállítási tárgyainkat azt hagyjuk ott a vitrínben, semmi baj, uh, hanem ezt a jelen pillanatot, ezt éljük meg nagyon tisztán, és a most látottakat, hallottakat, érzetteket fogjuk föl, és most lássuk meg a gondolatainkat, cselekedeteinket, beszédünket és érzelmeinket. Na, ehhez nem kell külön utazás. Lehet nyugodtan, te annyit lehet utazni, annyi előző életünk, te hihetetlen! Tízni lehet, legyen a talpán, amelyik ezt überelni tudja, de nem ez a cél. Nyugodtan meg lehet próbálni, aztán kiderül, hogy nem old meg ez az utazás maga semmit, hanem az ehhez való megfelelő viszony, az ebből leszűrt tanulságok, az így nyert tudatosság az fog valamit, de csak akkor, hogyha élőben használod és elvállalod azt, aki vélettél. Nem lehet a múltban megoldani semmit, mint hogy a jövőtől sem remélni semmit, azt most kell megcsinálni. Na, egy költői kérdés lesz, lehet, hogy egy kicsit bugyuta. A világ felelős vezetői meditálnak-e egyáltalán, vagy elgondolkoznak-e rajta, hogy kéne, illetve hogyan lehetne őket rávenni, hogy ezt cselekedjék? Nem tudom, hogy meditálnak-e. És senki nem tudja rávenni őket kívülről, hogy ezt cselekedjék. Én csak azt remélem, hogy a világ felelős vezetői használják a szemüket, használják a fülüket, használják a gondolkodásukat, az érzelmeiket, és előbb-utóbb hisznek annak, amit látnak, hisznek annak, amit hallanak, és elkezdenek másképp gondolkodni és másképp érezni, mint eddig. És erre azért lenne óriási szükség, hogy ne ismételjük meg azokat az elképesztő hibákat, amelyeket eddig elkövettünk, mert egyre kevésbé engedhetjük meg magunknak, hogy ezt megcsináljuk. Hogyha harmincal mész egy földúton, és hirtelen ezt csinálod a kormánya, akkor persze, hogy az autó elég kellemetlenül csúszkál a porban, de szinte biztos, hogy nincs baleset hogyha 130 al mész az autópályán, és csinálsz egy ilyet, akkor aki melletted van, abba belémész. Ha valaki 300-zal megy, mert most már ilyen versenygépek is vannak, és csinál egy ilyet, nagyon erősen, akkor szinte biztos, hogy többszörös hátraszaltóval, nagyon messzire, és hogyha nincs nagyon jó biztonsági berendezés, akkor meg is halhat bele. Amikor az emberiség pár millióan volt egy adott kontinensen, akkor Ilyen külboltás csetepaték nagyon kevésé okoztak kárt, még akkor is, hogyha sajnálatos módon több ezer ember akkor életét vesztette. Amikor elértük az egymilliárdot, akkor hát ez kb. 200 éve volt, akkor már látszott az, hogy a technikai fejlődés az sokkal, de sokkal szörnyűbb háborúkat tesz lehetővé. Akkor elértük a 3 milliárdot, ekkor volt az első világháború, és akkor már nagyon látszott, hogy ez az ellenségeskedés és a technikai fejlődés ez nem vezet jóra, ez a kombináció. A második világháborúnál már azt hiszem 4 és félne lehettünk, és akkor megmutatkozott az, hogy itt a következő világháborút nem tudjuk, hogy mivel fogják vívni, de az azután itt kőbaltákkal, az biztos. Ezt nem én mondtam ezért kell egy kicsit okosabbnak lenni, és másképp gondolkodni, másképp feldolgozni azt, amit van, mert a régi szemet szemért fogad fogért magatartás, a régi territoriális birtokló ösztönlényt és identitást a politikában kihasználó magatartás, ez most helyrehozhatatlan károkat okoz. Illetve helyrehozható csak lehet, hogy évezredek alatt. Úgyhogy ha azt akarjuk, hogy egy evolváló civilizáció legyünk, akkor ezektől a már bevett és szokás és a napi hírekben látható magatartásformáktól tartózkodnunk kellene, és valami mást találni. De ezt nem lehet kívülről megmondani senkinek, főleg azoknak nem, akik nem érzik kötelességüknek, hogy ezt meghallgassák. Mert miért hallgassák meg? Mert ők mondják a tutit. Ők vannak a totemoszlop tetején. És innentől kezdve van nekünk felelősségünk, hogy milyen életet élünk, milyen energiával bírunk, milyen példát mutatunk, mert őszintén szólva ez a fajta felelősség és a tisztánlátás aszimmetrikusan oszlik el. És innentől kezdve mindenki oldja meg a saját házi feladatát, remélvén, hogy valahogy a közös karmikus mátrix kifürkészhetetlen útjain ez eljut azokhoz, akiknek exponenciálisan és aránytalanul nagyobb felelőssége van, mert nagyobb szabadságot is kaptak a rendszer működése által. Úgyhogy viseljük együtt és arányosan ezt a felelősséget. És akkor megfelelően érvényesítjük a szabadságunkat. Itt nyugaton a mai napig a szabadság és a felelősség nem kapcsolódott össze százszázalékosan. Amennyiben ezek széttartanak, annyiban termelünk szenvedést, máshol látjuk a szabadságot, mint a felelősséget. És ekkor van egy beépített infantilizmus, vagy pedig képmutatás, amely szükségszerűen mást mond, mint amit cselekszik. Mert el kell takarni ezt a különbséget a szabadság és a felelősség között. Ebben a fajta hasat tudatban, széthasított világban nem fogunk tudni sokáig élni, mert a hasadásnak a résén, a mélységes szakadékában ott tűnik el az a csomó erőforrás, amire szükségünk lenne ahhoz, hogy ezt az életet minőségileg megjavítsuk magunk és minden más lény számára. Ezért kell a szabadságot és a felelősséget közös nevezőre hozni, felismerni azt, hogy valójában milyen helyzetben vagyunk, mi emberek, milyen kapcsolattal bírunk és milyen kapcsolattal kéne bírnunk egymással, mint Család, csoport, társadalom, nemzet, emberiség, minden szinten. És hogyan kéne együttműködni? Szungszány sokszor megkérdezték, hogy szemmester mi a legnehezebb gyakorlat? A 90 napos elvonulás közösen, csendben, reggel négytől este 9-ig, az nehéz gyakorlat? Dehogy. Hát az olyan, mint amikor felősz egy gyönyörűséges sétahajóra, megvan a kapitány, a fedélzetmester, a szállásmester, ott az étterem, napi három étkezés, csak ott kell ülni, megcsinálod, első nap, 90. nap, beértél a kikötőbe, semmi gond. Az MS, akkor mi a nehéz gyakorlata? Száznapos egyéni elvonulás? Ó, de hogy az olyan, mint a vakáció. Ott is korán fölkelsz, későn lefekszel, ha kell éjféli gyakorlatot csinálsz, megvan a beosztásod, végigköveted első naptól utolsóig, felfrissülve, Kisimult arca kiössze a remetességből, meg volt a szám. Akkor esetleg a templomban való élés, közösségi, világi, szerzetes, együtt, hát az tényleg olyan, ahogy a krumplikat ugye egy közös nagy tában vízben, rúddal, ugye mossuk, dörgöljük, ugye az a nehéz? Nem, nem, nem. Ott is mindenkinek megvan a dolga, kint is, bent is. Meg lehet azt csinálni, semmi gond ezzel. Az mondja már meg, mi a legnehezebb gyakorlat. Ja, az emberi együttműködés az. No, tehát ha ezt megnézed, az emberi társadalom jelenleg 7,3 milliárdnál oszcilláló teljességében, utána a kultúrák, nagyobb kultúrkörök vonatkozásában, az adott kultúrkörökben megtelepedő identitások nemzetállamok között, az azon belüli társadalmi csoportokban, a régiókban, a városokban, a falvakban, utána az ottani társadalmi csoportosulásokban és végül a családokban, óriási a káosz. És itt nem kívülről ideológikus alapon kell rendet teremteni, hanem mindenki a saját felismerésének a függvényében kezdjen el dolgozni. Tehát belül végezzük el a munkát. És ne újabb ideológiákat gyártsunk le. Azt több ezer éve próbáljuk, és mindig valahol zátonyra futottunk vele. Megsemmisült, legyártottunk egy újabb ideológiát. Az is zátonyra futott, aztán megint. Mi lenne, ha nem innen kezdenénk, hanem egy nem dualisztikus, intuitív, világos tudatból indítanánk. Az európai történelem egyik legjobb példája a francia forradalom. Hogy 1789-től 1815-ig mi történt. Tehát ha ezt valaki végignézi, az összes betegség az európai civilizációnak benne van. És ezek nem múltak el. A 19. századi forradalmak és a 20. századi világháborúk csak megismételték és súlyosbították ezeket, nem beszélve most a 21. századi nagyon komoly problémákról. Nem, hogy nem szüntek meg, nem, hogy nem végezt, súlyosbítottuk. És ha még súlyosabbá tesszük, akkor eltörölhetjük azt az életteret, azt a környezetet, ahonnan indítva megjavíthatjuk magunkat. Ez a legnagyobb probléma. Tehát ezt nem szabad megcsinálnunk. Egyéb kérdés? Hogy mondjuk elhatározok valamit, hogy szeretném, de gyakor, vagyis hát két dolog van, ami végig 50-50 százalékban szeretnék. Van egy, ami egy ilyen racionálisabb, meg van ez a ami a gyakorlatokról szól, az ilyen meditációról, ami ez a hát, spirituálisabb dolog, és akkor, hogy hogy, hogy tudom, ö, és mindig affele orientálódok, hogy mégiscsak gyakorlatilag hogy legyek, végezzem a munkámat, hogy hogy tudnám magamat, ö, nincs erre valami, ö, Van. valami trükköt, hogy be tudnám magamat félig meddig csapni, vagy Trükk húzni nincs. a csőbe. Mert az, az önbecsapásnak a megszűnése a zen, tehát egy trükkkel nem lehet kezdeni, viszont belátással lehet kezdeni, ezt úgy hívom, hogy minőségorientált élet. Tehát ha növelni akarod, így van a hatékonyságot. Ahhoz egy tisztább tudat kell, hogy kevesebb hibát kövessel. A több hiba, az lefordítódik az időpazarlásra, hogy meg kell ismételni ciklusokat, mert az első nem volt jó, minél a második se, harmadik se. Innentől kezdve, ha a meditáció az tényleg tudati minőségemelkedéssel jár, akkor ez egy jó beruházás ruház be az életvitelbe. Csak a, a sufni tuningra utalok, hogy a, abban nem Nézte a videót. Abban nem szeretnék belesni. Hát én sok videódat láttam csak azért mondom, hogy abban a hibában nem szeretnék beleesni. Azért... Uh... Én azt gondolom, hogyha eljössz legalább egy workshopra, legalább egy olyan tanításra, ahol ezt uh, gyakorlatilag elmondjuk, akkor már az nem sufni tuning. Uh -huh. Az a sufni tuning, hogy azt a könyvet, na azt, elolvasom, utána bemegyek a kis szobába, és na ezt most hogyan kell? Nagyon sokszor szoktuk ezt, tehát érted? Megveszed a turmix elolvasod a használati utasítást, bele a gyümít, és hadd szóljon. Ez nem ilyen. Tehát ezt már tudja itt mindenki, hogy a tanító, tanítás, tanítványi közösség hármassága az nagyon kell ahhoz, hogy ez korrekt módon átadható legyen. Az instrukciók is ilyenek. Ezért van az, hogy élőben kapod, közösségben kapod, és nagyon praktikusan. Most innentől kezdve van az egésznek létjogosultsága, és onnantól kezdve az önálló gyakorlat nem tudunk. Kínában nagyon sokszor volt az, hogy valaki szerzetes lett, alapokat megtanulta, egyszer látta az enmestert, mestert, aztán fölment a remetességbe, és tíz év múlva lejött. Nem súfnitulink. Jó? Egyéb kérdés, újult erővel. Tessék. Mennyi idő alatt lehet érezni a változást, hogyha az ember ezt az ezt, 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 ezt választja? A lineáris idő az illúzió. Na most ebben mit mm -hmm. szeretnél elérni? Az, hogy hogy milyen, milyen gyorsan ártására a technikát. Ahhoz, hogy én érezzek magamban változást. A percről a, a A 10 a a a perc és a 10 év közötti időpont bármelyike. Azért csak van egy olyan, egy olyan időpontod, vagy időd amit egy átlag ember mondjuk ezt magától el tud tökéletesen sajátítani. Tökéletesen nem, azt most hagyjuk ki. Az elsajátítás alapjai, tehát az, hogy önállóan menjen az egy és három hónap között. Tehát az azt jelenti, hogy már e, nem sikoltassz a, a lótuszüléstől, már nem idegen a mantra, e, nem kell magadon erőszakot tenni, mert kicsit megszoktad azt az érzést, hogy mi az, amikor meditálsz, és a mosogató rongyit belül hozzáér a kredenchez, szóval az ember ezt kezdi megszokni egy idő után, de utána meg nem nagyon akar nélküle működni, mert hogyha a konyhamalac megszokta, hogy mindig 3-4 kiló hulladékot egy nagy vacsor, akkor ugye le kell darálni rajta, akkor azt aztán kér is, az kell. Úgyhogy a tudat megszokhatja azt, hogy egy állandó vagy rendszeres tisztító műveletet hajt végre. Innentől kezdve, hogy számodra ez mikor válik az életviteled részévé, az már egyéni. Azt mondom, hogy egy és három hónap között az, hogyha minden nap gyakorolsz és jársz közösségbe is, és nézegeted, hallgatgatod a tanítást, onnantól kezdve pozitíve belédívódhat. És te vagy a szivacs, és te vagy így a szivacsot működtető kéz is. Magad teszed ezt. Ez nagyon fontos. Viszont a finom munka, ahhoz nem lehet időt rendelni. Például azért, mert az emberek többsége nagyon szeret egy picikét megtisztulni, utána nagyon meghemperegni a sárban. Megint. Tudod? Bukni állati, felemelkedni isteni, az egészet szeretni nagyon emberi. A, a lélekvándorlás mondjuk így alapul veszük, vagy vehetjük. Vegyük? Hogy legyen? Ha vegyük. Jó, vesszük, igen. Akkor a sok lélek szerinted honnan jön? Tehát amit te is mondtál pár száz éve még, közelesen voltunk hat és fél vagy 7 milliárdan. Tehát hogyan hon, hon, van az, hogy voltunk egy milliárdan, másfél-két milliárdan és az azóta született testekben lévő lelkek, azok honnan vannak, születtek? Hogy honnan jöttek, arról fogalmam nincs, de hogy milyen arcuk van, azt lehet látni. Sajátunkat is beleértve. Ez a mi munkánk és nem is kevés. A buthának volt egy ilyen hasonlat, amikor meglőnek valakit egy nyillal, elkezdjük kérdezni, hogy azt milyen fából csinálták, milyen hosszú, milyen madárnak a tollát tették a végére, hogy milyen íjból lőtték ki, hogy ez a nyíl mennyire ívesen jött, és milyen szél fújta. Nem, ki kell húzni a nyilat. Le kell fertőtleníteni a sebet, bekötözni, gyógyítani. Az a karma, ami ide jön a Földre, az sosem volt matyóhímzés. Csak a saját gyakorlatunkon keresztül és a saját felébredettebb magatartásunkon keresztül tudunk segíteni másokon. Hogy miért azt a karmát hozta ide, az nem a mi dolgunk. Hogy mi mit hoztunk le és miért, az a mi dolgunk. És ha ezen keresztül tudunk segíteni másoknak, az az igazi segítség. Ezt hívják egyenes útnak. Mert nem körben forog. És nem ismétli feleslegesen a köröket. Mindenképpen ismétlünk ciklusokat, de ezek a ciklusok hova mutatnak, milyen irányba mennek. Ezt az irányvételt felejtjük el nagyon sokszor. Ha ez az irányvétel tiszta, akkor minden tiszta. Ha ez nem tiszta, akkor semmi sem tiszta. És visszanézel az életedre, szerencsére nem csak a végén tesszük ezt, hanem komoly fejezet határoknál is megtesszük. Valójában mit csináltunk? Valójában mit értünk el. Valójában mit tudtunk cselekedni, amit tényleg a mi döntésünk volt. És akkor lehet változtatni. Sőt, akkor talán kell is. Úgyhogy a saját karmánk az az első. A legfontosabb házi feladat ekkor a körülöttünk lévő karmák megkapják azt az erényt és az áldást, amit a saját gyakorlatod jelent. Ez nem marad itt házon belül. Mint ahogy a kapzsiság, a félelem, az agresszió, a dű, ezek sem maradnak házon belül. Ezek is benne vannak a te személyes teredben, amelyet kiárasztasz, ugye, messzebbre is. Innentől kezdve a saját gyakorlatunk nagyobb felelősség, mint bármi. Most ekkor a hozzád közel álló karmák elkezdenek emelkedni, mert te is ezt tetted. Édes jó anyám soha nem gyakorolt buddhizmust, Egyszer-kétszer kipróbálta az éneklést olyan 15 évvel ezelőtt, amikor visszajöttem Koreából. Hát azt mondta, kisfiam, ez szerintem nem nekem való. Igazad van a jó anyám, nem neked való. Rendben van. Viszont egy teljes bódhiszatva lett, és 81 évesen teljesen tiszta elmével, fantasztikus főztjével, Önzetlen együttérző a fordulásával egy bothiszatva, és itt köszönöm meg neki mindent, amit kaphattam tőle. Fantasztikus az, hogy neki nem kellett formálisan gyakorolni, csak amikor ez a kreatúra, amiben ő neki az oroszlán része volt, hazajött Koreából, azt mondom, hát anyám, akkor most ez lesz. Azt mondta erre, ha te boldog vagy, akkor én is boldog vagyok. Ennél többet ne várjunk senkitől. Ez a bóthiszatva magatartás. Jó. Úgyhogy ez azért vált lehetségesé, mert magam is azon az úton járok, amely ezt célozza és ezt tohajtja elérni. És akik karmikusan közel állnak hozzád, és az anya-gyerek kapcsolat az a legerősebb. A második a testvéri, és utána jön a többi. És ez azért ennyire fontos, mert hogyha úgy látod, hogy a kapcsolatrendszered lefelé megy, akkor nézd meg azt, hogy te mit csinálsz. Nem azt jelenti, hogy te húzod le őket, hanem hogy te nem fejlődsz. Csak az egész egyszerre süllyed, esik szét, és a többi. Jó? Ha erre figyelsz, és a te tudatod emelkedik minőségben, akkor a hozzá kapcsolódó tudatok egy ideig veled tudnak jönni. Aztán vagy leszakadnak, vagy követnek. És ez itt dől el főleg, nem itt, inkább itt. Több előadásodban is hallottam, hogy beszéltünk erről, hogy a történelmi időkben, tehát volt egy elég hosszú időszak, amikor a zent azt gyakorlatilag szinte kizárólag szerzetesek gyakorolták, ennek volt külső oka is, amikor, amikor, ezt az államhatalom nem szerette, és a hegyekbe kényszerítette őket, de úgy alapvetően is a, a kívül országokban is elég gyakran előfordult, hogy ez, ez gyakorlatilag a illető, illetve tehát ilyen belső helyeken történt, és a kérdésem az, hogy körülbelül amennyire így az olvasmány élményeimből tudom, tehát ugye 50-es, 60-as évek körül azért a, a, a zen kijött ebből a, zárt, zártabb világból, tehát nem csak a koreai, hanem, hanem a japán vonal is megjelent az Egyesült Államok Európába felé. És a kérdésem az, hogy akkor most ez annyit jelent, hogy, hogy lehet ugyanúgy kolostoron kívül, tehát nem a szerzetesi életformában, gyakorolni és ezzel ugyanazt az eredményt elérni lehet, hogy hosszabb vagy rövidebb idő alatt, mint aki ezt szerzetesként teszi, vagy, vagy mi ennek a nyitásnak az oka? Tehát a zen változott, az emberek változtak, vagy a tanítók? Ezt egy adott okozatra ugye vissza lehet vezetni, tehát a, a zen és nem csak a zen a tibeti és a japán is szépen kijött a kolostorok falai mögül, ez az okozat, de ennek nagyon sok oka van. Az egyik az, hogy a civilizációk összeértek. Tehát a kereskedelem, hódítások, egyebek tényleg globális faluvá változtatták ezt, és amikor meglett az infrastruktúra, buszra szállsz, tíz óra múlva leszállsz Koreában. Kész. Csak légi busz. Úgyhogy mi volt az oka? Nagyon sok változás volt a 20. században. És az 1950-es években indult ez a tibetivel és a japánna, és a 70-es években követte a koreai viszonylag későn. Nagyon sok oka volt, hogy a koreai késett, és ez nem is baj. Lehetett tanulni a tapasztalatokból. Nem lehet összehasonlítani a kolostori gyakorlatot a világival a szó karmikus, sorsszerű, élethelyzetszerű értelmében, de a gyakorlat eredményességét illetően nagyon is. Egy megvilágosodott tudat az a kolostorban is az, és a világ életben is az. Más helyzetben működik, de az eredmények megmutatják, hogy lehet csökkenteni a szenvedést, lehet csökkenteni a hibák számát, lehet minőségibb, együttérzőbb, bölcsebb életet élni. Viszont van egy olyan folyamat, amely elkerülhetetlen, ez pedig a gyakorlatnak az evolúciója módszertanilag is, és egyéb szempontból is, ugyanis nem lehet pontosan ugyanúgy gyakorolni, ahogy a kolostor környezetében. Tehát ahhoz, hogy valaki leüljön zen meditáció hosszantartó gyakorlatára, az alsó hangon egy kolostori környezetben 3-5 évre volt szükség. Képzeld el, hogy a világi környezetben azt mondjuk, hogy most te három-öt éven keresztül legyész, valami teljesen más gyakorlatot csinál, és majd utána megtanítom, hogy ez a fa alatt üldögélő ember mit csinált, és az utána lévő 78-79 generáció hogyan adta ezt tovább. Hát nem sok tanítványunk lenne. Tehát hamarabb kell megtanítani a lényegi dolgokat, fel is kell ö, szerelni a tanítványokat olyasféle gyakorlatokkal, amelyekkel az arcukba csapó karmát azt tudják kezelni. Tehát az három-öt év az mivel telt? Nagy részt leborulással, énekléssel, ceremóniával és munkával. Ez alatt szépen kitakarította magából a karmájának azt a vastagját, amit hogyha ülés közben szépen mozdulatlan tudattal meg kellene látnia, nagy részt összeragyott volna alatta. Most a nyugati egy gazdaságos csomagolásban lévő megvilágosodás tablettát szeretne, megesszük, megvan, és kész, legfeljebb egy kis utókezelés kell utána. De ez nem működik így. Tehát a fogyasztói társadalommal nincs ez semmi baj. Csak az ott felhalmozódott szokások, mechanizmusok, azok nem alkalmazhatók a gyakorlatra, a meditációs gyakorlatra sikeresen. Tehát az alapozás az olyan, hogy mindig a kérdésekkel kezdjük, hogy kinek hol van a probléma, megállapítjuk az okát, aztán a mélyebb okát, aztán a még mélyebb okát, és ekkor a meditációs praxis elindul. És ezt lehet szépen vinni. Innentől kezdve a kolostori helyzet és a világi helyzet között a lényegi különbség nem lesz. Hiszen egy közösségben élsz, család, munkatársak, stb alkalomszerűen egy közösségben gyakorolsz, és kiviszed a gyakorlat eredményét a Zen Centerből, templomból, egyéb helyről. Viszont a Kolostorban a hibákat másképp lehetett kezelni. Ha valakinek egy picit agyára ment, mert hát nézzünk szembe, mindenki előfordulhat, és ez nem kultúra, meg meditációs praxis függő, ez egyszerűen az, hogy a karmád rúg egyet rajtad, és vele mentél. És akkor föl kell tudni állni. A kolostorban ezt könnyebben megcsinálták, tanító szinte állandóan volt, ha nem akkor a tanító helyettesei több rétegben, és sokkal jobban tudták kezelni ezeket az anomáliákat, mert volt rá tér és idő, és nem volt egy olyan szociális társadalmi nyomás, hogy másnap ki kell menni a házból pénzt keresni. De te az előző este éppen bekattantál. Na, hát az úgy nem jó. És ismétlem, módszertől, kultúrától, hagyománytól függetlenül megtörtént ez az egész és hogyha mindenki követi azt, amit mondunk, akkor a valószínűség az töredék százaléknyi, de nagyon gyakran az emberek kísérleteznek, mert kíváncsiak, és ezt nem lehet elvitatni tőlük. Csak a kísérletezés és kíváncsiság az akkor súfni tuning, és onnantól kezdve bármi történhet. És ekkor az van, hogy nincs kegyelem, nincs egy kolostori környezet, ami azt mondja, hogy jó, hát te most hántól járj két hónapig, majd rendbe jössz. Ilyen nincs. Ki kell menni, és másnap be kell menni a multihoz, és dolgozni, és ha nem teljesítesz, akkor kirúgnak. Kész. Tehát másképp érvényesül a karma így. Ezért sokkal óvatosabban kell az egészhez közelíteni, és a tanítás is sokkal gyöngédebb és lassúbb, sokkal felhasználóbarátabb. Az ego illetve a fix énhez kötődött nézeteket sokkal lassabban bontja le, és szinte azonyomban valami friss, relatív, működőképes tartalommal újra is tölti. Képzelde, hogyha mindenféle énélmény vagy személyiséghatár nélkül te kimennél a világba, tragédia lenne. Nem tudnád a határokat, mert minden korláton túlléptél. És akkor mindenkivel száz százalékig együttézel, mindenkinek befogadod a karmáját és átengeded magadon és nem tudnád azt mondani megfelelő időben azt, hogy igen vagy nem. Miért? Mert így jó, ahogy van. Na, ezzel próbáljál meg komoly teljesítmény, stressz, meg egyebek mellett dolgozni. Nem megy. Tehát átalakult a képzés, gyakorlat, tanítás, és evolvál, szépen megy előre. És az irányvétel nagyon tiszta, mindig a felébredés és az érzőlények megszabadítása a kötöttségektől és a szenvedéstől. Az oda vezető út és mód az társadalmi korszakonként, társadalmi helyzetenként változhat, mert változnia kell. Úgyhogy semmi más nem történik, mint az a természetes változás, amely ahhoz kell, hogy egy alapvetően monasztikus gyakorlatot beépítsünk a mindennapok praktikus világába, mert másképp nem tudjuk továbbadni sokan megkérdezték a kórei társadalom változását látva tőlem, hogy szúnyim, hogy lehetne ezt megállítani? Mondom, sehogy. Sőt, fel kell gyorsítani. Ugyanis, ha egy békát szép lassan felforralsz hideg a forró állapotba, akkor az ott pusztul. De ha belehajított forró vízbe, ne hajítsd bele, de ha valaki belehajítja, akkor azonnyomban kiugrik. Tehát amíg az apák, nagyapák bölcsessége megvan, inkább mostanában már csak a nagyapáké, addig kell ezt a generációt üveghangra kihúzatni, hogy nyugodtan legyen egy komoly megcsömörlés a materiális társadalomtól, a fogyasztói gyorséttermektől, stb. stb. Tehát minden, ami túltelít, minden, ami letérít, minden, ami szélsőségekbe ragaszkodásba visz, azért adja most a fal a másikat, hogy még emlékezzünk arra, ami kihúz belőle. De ha ezt elfelejtjük, akkor aztán tényleg nagyon nehéz lesz újraimportálni ezeket a tudományokat és praktikákat. Érdezni, hogy az életszakaszaink ahogy változnak, és egyre jobban haladunk előre az életbe, úgy érzem, hogy egyre több mindent úgy, hogy le kell raknunk, mintha egyre nehezebb lenne. Én azt tudom, hogy te ebben az életszakaszodban piros kardigánt viselsz. Ez, Igen. Egy ez egy jó életszakasz. Ez egy jó életszakasz. Tehát ez azért érdekes, mert az embernek az életszakaszait hogy különböző ilyen gyönyörűséges időbeosztásokkal próbálja meg meghatározni, hogy az asztrológia ezt mondja, a kinezológia azt mondja, a tenyérelemzés ezt mondja, az iris diagnosztika ezt mondja, a egyik kedvenc gurum azt mondja, az entanitom, na az nem mond semmit, mert nem életszakaszokba gondolkodunk. Szóval az életszakaszok azért érdekesek, mert nem tudjuk, hogy hol kezdődnek. Azt hiszük, hogy a születéssel kezdődnek, de aztán kiderül, hogy nem csak akkor kezdődnek életszakaszaink, hanem mondjuk három évesen, meg 12, mm. meg 17, meg 21, meg 28, 29, az egy lassú bolygó, ugye? Igen, igen. Tehát, hogyha például védikus asztrológiát nézed, a 17 éves ciklusok azok nagyon számítanak, és kiderül, hogy az uránusz keringési idejét osztották előttel. Érted? Tehát, tehát ez hihetetlen érdekes a történet. Az életszakaszok, azok önmagukban olyanok, mint a ritmikus hullámok, amiket kell tesz. És vannak 7 éves periódusok, 10 évesek, 3 évesek, 17 évesek, 29 évesek, stb. De hogy ezek hogyan rakódnak egymásra, magyarul szuperponálódnak ebben a pillanatban, az a legfontosabb. Nézd meg ezt. Uh -huh. És akkor látod azt, hogy a különböző életszakaszok, hogyan érvényesülnek ebben a pillanatban. Úgyhogy, ha ezt a pillanatot uralod, akkor uralod az életszakaszokat is. Ha ezt a pillanatot nem uralod, akkor te lehetsz akármilyen életszakaszban, akkor a korábbi karmád uralkodik rajtad, és nyom lefele. És a legrosszabb az, amikor azt mondja az ember, hogy hát visszaértem a tíz éves válságom <laughs> évébe. És akkor keresi azt a az okot, ami miatt rosszul érezze magát, vagy hibázzon, vagy valami hasonló. Tehát ezért mondtam az előbb azt, hogy a lineáris idő illúzió, mert a háromdimenziós tér is illúzió, az nem azt jelenti, hogy nem létezik, mindenki nagy részt pontosan érti, de ma este, mert tiszteletben tartjuk az időt. És mindenki háromdimenzióban ül, jár, fekszik, és a többi. Csak nagyon gyakran előtt évesztjük azt a tényt, hogy ez az egydimenziós idő, ezért vagyunk mulandók, mert nem tudsz benne visszafordulni. Ha már két dimenzió lenne, akkor vissza tudná fordulni benne, és ez tragédia lenne. És gondold el visszamenni a fiatalkori önmagadhoz, és újra kéne csinálni az egészet. Na, no. borzalom. Lényeg az, hogy ez azért súlyos, mert nem gondoljuk el, nem jövünk rá hogy mi azért vagyunk egy háromdimenziós térben és egydimenziós időben, mert ezt az emberi testet vettük föl ezekkel a berendezésekkel. Csak ezeken a szűrőkön keresztül látszik ez az egész ilyennek. Ha nem emberi testben lennék, vagy a tudat függetlenül válna tőle, minden megváltozik. Minden. És ezért kell nagyon észnél lenni, hogy hogyan kondicionálom magamat, mert a magamra érvényes kondíciók azok érvényesek az én időélményemre és térélményemre is. Innentől kezdve az életszakaszok nagyon érdekesen módosulnak. Hm. Jó? Látod ezeknek a relativitását? Tehát a, a zenben és a buddhizmus sok más ágában az egyik legfontosabb mozdulat az, hogy hogyan látod azt, amit eddig abszolútnak és változtathatatlannak gondoltál relatívnak és változtathatónak, hova tovább tökéletlennek, függőnek. Ezeket nem szoktuk szeretni. De hogy mullandóak, tökéletlenek és valamilyen szinten függők vagyunk, ez a felnőtté válásunknak egy nagyon komoly realizációja. Na ez egy komoly szakasz. Látok egy kicsit hitetlen szempillantást, nem hiszed, hogy fügsz? akkor elzárom az oxigént 5 perc, akkor megtudod. Jó, tehát itt mindenki oxigén függő. Sőt, mindenki étel és ital függő, szeretet függő, és a többi. Jó? Tehát ezzel a függő viszonyjal barátkozzunk meg, és akkor elkezdjük azt szépen uh, vizsgálni, hogy mi mitől függünk, a körülöttünk lévők mitől függenek, egymástól hogy függünk, és ezt a függő viszonyt hogyan alakítjuk. Mert ezt tudjuk alakítani, de amíg ebben a testben létezünk így szépen társas lényként, addig ez a függő viszony nem számolható föl. És tessék itt felelősséggel bírni. És amennyiben elérjük a tudat szabadságát, annyiban tudunk felelősen viszonyulni magunkhoz és másokhoz egyaránt. És akkor az életszakaszainkat nézzük, mint a filmet, mint az epizódot, és ha jól csináljuk, akkor egyszer a gépből kifogy a filmtekercs. Akkor meglátod azt a fényt, amitől ez az egész lehetségessé válik. És hogyha nagyon-nagyon óvatos vagy, akkor megvágod a következő filmtekercset, és nem csak úgy földobod a vetítőgépre. Jó? Tehát óvatosan ezzel. Kulcsa kérdés következik. Itt a teremben minnyáján függők vagyunk, és minnyáján megegyezünk abba, hogy mindegyikünket anya szülte. Foglalkoztat engem a kérdés mostanában, hogy mindenki a bolygón születéssel érkezik a világba viszont nem mindenki támaszt életet, élete során. A esetenként ez ö, tudatos döntés következménye is lehet, és egy ilyen tudatos döntés nyilván befolyással van valamiképpen az embernek a karmájára, hogyha most nagyon itt is. a szónál Persze. maradunk. Ez ö, fura fölteni a kérdést, mert nagyon nehéz, nagyon nehéz megfogni, de ez egyfajta felsőbb szintre lépést jelenthet? Nem. Nem. Ugye? Hát, hogyha nincs gyerek, azt nehéz megfogni. Persze, biztosni. igen, igen. Tehát az, hogy a tudatod milyen minőségű, ahhoz a gyerekvállalásnak nincs köze. Lát sok gyerekes családokat, ahol olyan együttérzés és olyan bölcsesség van, mert évekig dolgoztak egymáson, szülő, gyerek, szülőpár egymás közt. Hogy az fantasztikus láttam, hogy négy saját és négy örökbe fogadott, és vallásosak, szendekösen nem mondom micsoda. Pazargó. Na de amin az elmúlt húsz évben keresztül mentek, az nem volt semmi. Gyerektelennél látod azt, hogy vagy egyedül él, vagy párkapcsolatban, és úgy be tudnak záródni és elszigetelődni, hogy az borzasztó. És fordítva, láthatsz három gyerekes család, totál káosz, de olyan káosz, hogy az aztán borzasztó futnak az, az ok és az okozat után, és soha nem tudják utalérni magukat, sem csoportban, sem egyénként. Tehát ez elképesztő a történet. És ö, látsz olyan egyéneket, akik szinte angyali és remete életet élnek, és nem tudod, hogy hogyan kapcsolódnak így konvencionálisan a társadalomhoz, de kapcsolódnak. Tehát az első és legfontosabb dolog az, hogy milyen lélektudatossággal élsz, milyen minőségű tudattal élsz az már eljutott egy csomó más ember tudatához, anélkül, hogy ezt ők tudatosan érzékelték volna. Ez nagyon fontos, ez a karmának a kapcsolódását is megmagyarázza egy kicsit. Vagy benső gyereket nevelsz, vagy külsőt, de van, aki mindkettőt. Na, az az igazi, amikor tényleg van egy pár gyerekes család, és még a darmát a hátára veszi, Hát ott vagy nagyon gyorsan berodik, vagy nagyon komolyan halad, és néha váltogatja a kettőt. <laughs> Lényeg az, hogy a külső és belső felelősség vállalás nélkül nincs meg a külső és belső szabadság. Ez nagyon fontos. Tehát az európai kultúrában, sőt a nyugatiban, európai eredetű szinte mindegyik, a szabadságot és a felelősséget külön szoktuk látni, ez az infantilis magatartásnak az egyik nagyon fontos alkotó része. A felnövekvés akkor következik be, amikor a szabadságot és a felelősséget közelítjük, és az egyre nagyobb átfedést mutat, és utána pedig nem is tér el egymástól, nem lók ki semmi egyik oldalon sem. Úgyhogy én ilyenkor azt mondom, mindegy milyen élethelyzet, mindegy milyen kultúra, mindegy milyen vallás, csak gyakoroljon meditációt. Ha hisz Istenben, azt nézze meg, hogy mi az, ami hisz Istenben belül. Ha nem hisz Istenben, akkor mi az, ami nem hisz Istenben. Ha csak az van, hogy mi az, amit látok, hallok, szagolok, tapintok, ízlelek, gondolok, akkor mi az, ami ezt látja, hallja, stb. stb. Tehát valahol az energia forduljon befelé, és kezdjen el minőségemelkedésben gondolkodni, tapasztalni, és a többi akkor van lényegi változás. Ez külső életformától teljesen független. De, hangsúlyozom, milyen életformában hiszel igazán? Tehát hiszed-e azt, hogy ha te nem válasz gyereket, akkor az úgy neked jó? Tehát ha pedig valaki több gyereke, stb., akkor az úgy jó. Az emberiség mennyiségi szinten olyan elképesztő hogy gyorsan szaporodik, hogy itt az előadás alatt több tízezren születtek meg a világon, és csak pár ezren haltak meg. Tehát ez nagyon kemény, ahogy ez működik. Tehát te személyesen semmiféle mulasztást vagy egyebet nem követsz el, hogyha nem válasz gyereket, és te tényleg azt hiszed, hogy az az életutad, hogy ez neked így helyes. És nem ábrándozol, álmodozol, nem folytasz el dolgokat, nem csonkítod meg a lélek működését. Ugyanez vicca ez a semmi különös nem következik abból, hogy te gyereket vállaltál. Neked az az utad, azt hiszed a sajátodnak, párosan házasságban élsz, és akkor gyerekek jönnek. Lényegi különbség nincs. Az az igazi különbség, hogy ezt milyen tiszta tudattal, milyen bölcsességgel, milyen együttérzéssel teszed. És itt az önképnek nagyon nagy része van ebben. Tehát te minek látod magad? amikor belőre nézel, akkor milyen impulzusok jönnek föl? Mert ezek az impulzusok teremtik a személyiséget, a személyiség képét. Sokkal gyorsabban, mint 24 képkocka per másodperc. Ezért látjuk folyamatosnak ezt az egészet. De hogyha belőre nézel, és itt az időélményre kicsit visszautalok, a pillanat tudatossága annyira mély és annyira tiszta lett, hogy meglátod a kockákat is. Hogy milyen kockákból van összerakva ez az egész. Na akkor megdöbbenünk de a gondolatok szintjén néha csak a sistergést hallott belül, néha olyan különböző impulzusok, amelyek erősebbek kiemelkednek ebből, de hogyha a pillanat tudatossága nagyon-nagyon világos, akkor a zársebesség elképesztően pirinyóra lerövidül. Tehát amikor egy kamera 1 reddel tud exponálni, akkor már nagyon, nagyon ott van. Ekkor, hogyha a tudat egy ilyet tud, akkor látod, hogy milyen karmákból rakod össze ezt a folyamatos filmelményt. Ekkor lehet megvágni a tekercset. És azt mondod, hogy ezt a szokást nem követem, ilyen ember nem akarok lenni. Ezt magadban szépen meghatározod, és relatív tudattartalomként ez mindig tud érvényesülni. Mindig. Tehát itt is vannak fokozatok, de azért mondom, hogy relatívek ezek a határok, mert nem tudod, hogy egy adott helyzet mit hoz ki belőled az irányvételt kell tudni nagyon jó, hogy attól ne térj el. De a különböző eseményeket nem tudod előre látni. Tehát az ott érvényesülő karmát sem tudod előre programozni, magadat pedig csak irányba tudod állítani, és azt mondod, hogy ezeket a határokat nem akarom túllépni. Ez nagyjából az öt fogadalomban benne van. Az első az, hogy tartózkodom az élet elvételétől, tartózkodom az oda nem adott dolgok elvételétől, tartózkodom a hazugságtól, Tartózkodom az elkötelezett kapcsolatok egyoldalú megtörésétől. Ez nem csak a házasságtörés, ez egyéb, amit elkötelezett módon viszel. És tartózkodom a bódítószerektől. Ez azért fontos, nem azt mondja, hogy kábítószer, meg anyag, meg igyebek. A bódítószer, az lehet napi négy óra tévénézés is. Általában ez már az. Mert az agyibasztás egyik nagyon károsító művelete. E, tévétől függetlenül ugyanennyit, hogyha interneten töltesz, vagy szerverjátékokon, elnézést. Akkor ugyanolyan probléma, de utána ezt kimozogjuk, azt látom, hogy kimozogjuk, az jó. Lényeg az, hogy tartózkodom a bódító szerektől, innentől kezdve a tudat tisztasága megmarad. Na most ezt az öt fogadalmat nézed, ezek nem abszolút értékűek. Ezeket ne a fájó kimondani. De hogyha éhezel, és egy teljesen törvénytelenné aljasodott helyzet van a világban, akkor az emberek elveszik azt, ami nincs önként odaadva, mert bemennek a bódba és kiviszik az ételt, hogy éljenek, és ne pusztuljanak éhen. És a többi. Tehát az, hogy a túlélés, birtoklás és szaporodás reflexeit és ösztöneit szabályozzuk, ezért ezekre a társadalmi konvenciókra szükség van. Ezeken a határokon az emberiség nagyon nagy része nem akar túl lépni, mert olyanná válna, ami ő nem szeretne lenni. Tehát nem szeretne például egy gyilkosság belső poklával együtt élni. Az nem ér véget, az folyamatosan történik belül. Amikor fogvatartottakat tanítottam, akkor ez kiderült, hogy ők is legális, nyugtató és fájdalomcsillapító szerekkel próbálták meg tompítani azt a fájdalmat, az elképesztő, ordító szembenézést, mint például egy emberi életelvétele okozott. Tehát a vagyon elleniek még csak el voltak, de az életellenesek azok nem. Azok pár év után kezdtek becsavarodni. Nagyon keményen. És ez egyébként a bv nek nem börtön, büntetés, végrehajtási intézet. Jegyezzük meg. Nem célja. De mégis ez történik, mert nincs meg az a tudati nevelés, az a fajta lelki kultúra, amelynek ott úgy kellene érvényesülni, hogy ő rehabilitálható lehessen, ahhoz először látnia kéne a belső ok és okozat működését, bocsánatot kellene kérnie a megbánás által, és ezáltal magának is megbocsátania, és utána rehabilitálható, és akkor engedhető igazából ki, különben visszaeső. Három év után 70%-a visszaeső. Ennyire kemény a dolog. Tehát ennyire nehezen tudjuk a karmát változtatni, mert nem látjuk a relatív természetét, nem látjuk azt, hogy hogy lehet hozzányúlni, és hogyha nem tudjuk megváltoztatni, akkor ugyanazok a mintázatok érvényesülnek, mert azonosulunk vele, mert nem találtuk meg ezt a pontot, ahol ez az azonosság megszűnik. És hogyha ez megvan, akkor tudunk szabadok lenni, mert elkezdtünk felelősséget vállalni. Jó? Mennyire fontos az, hogy ilyen ösztönszerűen, hogy tényleg ne gondolkozzunk, és Igazából én nyolc éves koromtól kezdve nagyságrendileg így élem az életemet, és úgy így ösztönösen így mindent így megérzek, és így első, első gondolatra vagy, hogy nem, nem, nem gondolkozok, és és csak cselekszek. Ez, ez mennyire... E, hát igazából én úgy érzem, hogy, hogy még így nem nagyon hoztam rossz döntéseket, de hogy ez így mennyire összefügg. Nézd, az életben a visszacsatolás nagyon világos, tehát ha ezt úgy érzed, hogy működik, akkor az működik, az rendben van. Van, amikor a kreatív gondolkodás, a primér elsődleges gondolkodás, az nagyon szükséges. Tehát mindenki, aki ezzel keresi a kenyerét, az tudja, hogy nem lehet építészetet építészeti gondolkodás nélkül gyakorolni, vagy írásművészetet írói gondolkodás nélkül, stb. Ez az úgynevezett primér elsődleges gondolat. De a reaktív gondolkodás, a dualisztikus gondolkodás, a másod, harmad, negyed, ötöd rétegű gondolkodás, az szétforgácsolja a tudatot. Tehát ezért van az, hogy amikor cselekszel, csak cselekedj, amikor érzel, csak érez, és amikor gondolkodsz, akkor csak gondolkodj. De ne gondolkodj a gondolkodáson, ne gondolkodj az érzelmeken, lásd őket tisztán, ahogy vannak, de ne keveljük őket, ne rétegezzük őket, mert akkor fellazul a tudat, és több részre szakad. Ezt hívják keleten úgy, hogy sajnos a felesleges gondolkodással lábakat festünk a kígyóra. De nem csak, hanem zoknit is húzunk ezekre a lábakra, utána meg, mivel ezzel is elégedetlenek vagyunk, ezért cipőt is húzunk a bezoknizott kígyó lábakra, és akkor hamar elpusztul az a szerencsétlen kígyó. Tehát így lehet a felesleges gondolkodása tönkretenni az életünket. Ennek van egy jó pár példája, de az egyik legszebb példa az a Süni és a Nyuszi meséje. Nem ismerjük? Tehát Süni ki akarja takarítani a kis oduját, és el akar menni a Nyuszihoz a porszívóért. Na ezt most már innentől kezdve mindenki ismeri. Tehát hogy a projekciók hogyan mélyülnek egyre... Mélyebben, és a gondolkodás hogyan rontja el a lehetőségeinket, és belelovagyjuk magunkat, és azonosulunk vele. És amikor odaérünk, Szia, Südi, gyere be! nem megyek, és különben is pip a porszívódat. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, és ezt, ezt legyártjuk magunknak naponta többször. Enyhébb vagy erősebb változatban. És el is hisszük. Ugye? Tehát ezért kell ez a nagyon szép belátás, és belső gyakorlat, és látod ezt a tiszta tükörben, és ha látod, és nem azonosulsz vele, akkor sikerül megváltoztatni ezeket a szokásokat. Egyébként nem. Tehát a csak gondolkodással semmi baj. De a ragaszkodó, dualisztikus, projektáló, másodharmadik, szedik, rétegű gondolkodással rengeteg baj van. Ezt hívjuk, önsors, ezt hívjuk önsorsrontásnak. És hogyha ez nem következik be, akkor tessék tovább csinálni bátran. De minden, még a Schaffhausen is, Svájci úrja is néha egy kis tisztogatást érdemel. Tehát minden tudatnak szüksége van egy kis pihenésre, kikapcsold magad, és akkor ez az egész sokkal jobban működik, csak azért, mert szüneteltetted az egészet. Ezt hívjuk a gondolkodás elé való visszatérésnek. Ezt hívjuk a tiszta, tükörszerű tudathoz, igazi önvalónkhoz való visszatérésnek, az egyévállásnak azért, hogy utána helyesen gondolkodjunk, tisztán érezzünk, megfelelően cselekedjünk, jól beszéljünk. Én azért nem vagyok gyakorlott a meditációban, de igen, sokszor összekeverem az alvást és a meditációt. Hát ez velem tehát is előfordul. Ez... Oké, okay, tehát Jaj, akkor ez... Te... Mikor el, eldörön a csukpi, akkor gyűjtem rá, hogy okay. bizony aludtam Tehát és akkor, nem meditáltam. Akkor ezt gondolom Milyen mással ez? is előfordul, de hát ha ezt nagyon komolyan veszem, akkor mikor fogom tudni azt a határt megszabni, hogy most alszom, és nem meditálok, vagy most meditálok, és akkor most belealudtam. Tehát itt a kérdés az az, hogy erre egy receptet kérek szépen, mint a patikába, ugye beviszem, kérek egy receptet. Mondom a receptet. Köszönöm. A recept az ott Köszi. indul, hogy először kipihenjük magunkat. Na, az az alvás. Javaslom, hogy az alvást végezzük vízszintesen. A vízszintes, horizontális üzemmód relaxál. Ebben az ellazult állapotban becsukjuk szemünket, ekkor automatikusan szemgolyóink fölfelé fordulnak, és elkezdődik az álom gyönyörűséges szakasza. És ezt a szakaszt reggelig, vagy a pihenésünk végéig többször gyakoroljuk. Néha gyorsan mozognak a szemgolyóink, néha mélyen alszunk, néha felszínesen. Néha álmot látunk, néha az se. Ez az alvás. És ez így nagyon jó. Amikor kipihentük magunkat, akkor vertikális üzemmódba váltunk. Ülünk. Vagy fél lótusz, vagy negyed lótusz, vagy japán ülés, vagy szék. És akkor félig kinyitjuk a szemünket. Meditáció, nem alvás. Vagy résre nyitva hagyjuk, hogy némi foton tömeg segítsen minket az ébren maradásban, ekkor a szemgolyók lefelé néznek, kb. 45 fokban. Nem koncentrálunk egy pontra, mert abból különböző hollywoodi filmélmények jelennek meg, és belezuhanunk, hanem a térben nyugtatjuk el a szempillantást, és a térben elnyugtatott szempillantás egy idő után egy körkörös, egyenletes tér élményé változik át. A középpont itt a köldök alatt a manipúra csakrában van, kínaiul Tantien, korai Tanjon. Itt a köldök csakrában a tudat differenciálatlan állapotban van, még nem vált érzelem egy, érzelem kettő, beszéd és gondolat és érzékszervi hatásokká. Az energia még keletkezetlen, differenciáltan állapotban van. Ha lejjebb akkor abból van a nemzet nemzetszaporulat. Tehát mind a... Ez új volt? Pedig olyan idősnek látszol. Szóval... A lényeg az, hogy a fizikai és mentális differenciálódás az a karmának a keletkezése, és így az álomvilág keletkezése is. Hogyha itt megtartod az energiádat a köldögcsakrában, akkor előbb-utóbb az álom mechanizmus, ez szépen megszűnik, és elkezd az ember a pillanatban egyre jobban jelen lenni. Ettől még néha el fog téged a szokás tömeget téríteni, hiszen nagyon szeretjük a saját, privát Disneylandünket, és oda gyakran kirándulunk. Különböző szellemvasutak, hullámvasutak, elvarázsolt kastélyok, siklók, űrsiklók és egyebek. Tehát amikor ezt a szokást már egy picikét uraljuk, akkor a jelenléted tényleg tiszta lesz és mozdulatlan. Mozdulatlan tudat, mozdulatlan beszéd, nem magyarázkodunk, és mozdulatlan test. Ez a három megvan, olyan, mint amikor a széfnek a három zárja kinyílik, belül nincsen semmi különös, de a széf eltűnik, hogyha kinyitottad. Tehát a falak eltűnnek. Tehát amikor ebben elfáradunk, mert ebben marhára el lehet fáradni akkor ismét döntsük el, hogy most akkor alszom. Visszintes üzemmód. Kipihentem magam. Meditáció. De ha a meditációban elkezdek mozizni, lecsukom a szememet, és itt elkezdek filmezni, akkor nagyon hamar bele lehet aludni. Tehát a zenben alapból nyitva tartjuk a szemet legalább résre, maximum félig. Nem ide koncentrálunk fel a homlok csakrára, még csak nem is a szív csakrára, hanem a köldök csakrára. Ezért van ez most Inverz módon ez a Mahamudra, ide teszed szépen. És hogyha ezt megcsinálod, akkor egy idő után nem alszol el. És amikor ezt egy elvonulás alatt üveghangra kihúzatjuk, akkor egy nagyon friss tudattal és egy nagyon fáradt testtel jössz haza. Hogy lehetséges az, hogy a tiszta a tudatállapothoz vezető úton az entől is meg kell szabadulnunk, illetve hogy lehet-e az ent úgy felhasználni, hogy elaltasson? Az ent felhasználhatod úgy, hogy elaltasson. De akkor mi a zen, amitől meg kell szabadulni? Ugye, hogy lefagyaszt? Nagyon jó. Tehát, mi a zen? Mi az, ami elaltat, mi az, amitől meg kell szabadulni? Ezt rakd össze nekem. Ugye, hogy nem megy? Na, ez a nem tudhatónak egy picit a tapasztalata. Sikerült visszatérni a saját gondolkodás elé, egy olyan tételrendszert állított föl, három másodperc alatt, amelynek a tagjai kiholtják egymást. Ezeket hívjuk nem kreatív paradoxonoknak. Tehát olyasféle ellentétpárt, vagy ellentétes értelmű mátrixot állított föl, ahol nincs megoldás. És ez nagyon rendben van. Tehát a zen az a felébredés. A zen nem tévesztendő össze az eszközrendszerrel. Tehát ha helyesen gyakorlod a zent, akkor soha nem fogsz a formájához ragaszkodni, hanem a szellemiséget fogod nagyon helyesen gyakorolni, mivel nem azonosulsz vele, ezért nem alszol el. Tehát ha az emberek jobb útisták lesznek, akkor ez az izmus elaltatja őket. Maradjunk inkább zengyakorlók, és ne legyünk semmiféle isták. És akkor nem fogunk a saját újonnan rekreált énünkbe szépen belefeledkezni. Tehát amikor a tudatosságunkat az egyik önképből a másikba öntögetjük, akkor csak újra termeljük a szenvedésünket. Legyen egy operatív személyiséget, hogy tud, hogy ki vagy, de azt is lásd, hogy hogyan teremted ezt a személyiséget. Pillanatról pillanatra. Hogy leszel újra az, akinek tudod magad, látod magad. Hogyan járulsz ehhez hozzá a cselekedettel, beszéddel, gondolkodással, érzelemmel. Ez az az aktív és kreatív magatartás, amely az engyakorlói. Ebben nem lehet elaludni, itt nem lehet az eszközrendszerbe belefeledkezni, nem lehet egy új önképet fölvenni, csak azért, mert hogyha helyesen gyakorolsz, ezek mind lepattannak rólad. Itt az újraalakítás lehetetlen. Ha viszont mégis megtörtént, akkor eltértél az úttól. Akkor szépen belegyalogoltál egy újabb egzisztenciális csapdába. És emlékezzünk az Aladin és csodalámpa mesére, úgy kell kihozni a barlangból, hogy sem a gyönyörűséges gyümölcsöket termelő pákhoz, a kincsekhez, a fantasztikus sejemhez, brokáthoz, aranyhoz nem szabad hozzáérned, mert ha megteszed, kövé válsz, magyarul megrekedsz az úton, azonosulsz valamivel, és nem tudsz ehhez a dísztelen, feleslegesnek látszó rézlámpáshoz visszajutni, amelyet, hogyha kihozol a napvilágra, tehát tudatos lesz, és a gyakorlatnak az erőfeszítésével megdörgölöd, akkor jön ki a Jin belőle, és megkérdezi, hogy mit kívánsz kedves gazdám. De amikor igazi önvalódat megtalálod, és a szufik ebben nagyon jók voltak, és jól el is rejtették, tessék újraolvasni az ezeregy éjszakát, Nasreddin Hodzsát és egyebeket, és a szufi mesékben minden ott van, amit az útról tudnod kell. Csak ezt hogyan fordítod le valós gyakorlatra? Testben és lélekben megformálható útra? Na az már nincs benne, mert az közvetlenül személyes átadás után valósult meg addig, amíg ezt a hatalmak hagyták. Úgyhogy én kívánom mindenkinek, hogy együtt haladjunk az úton, hogy ne gondoljuk azt, hogy itt elszigetelten, egyénileg létezünk csak az úton, hogy társak legyünk a megvilágosodás felé való törekvésünkben. És ekkor együtt elérhetjük a megvilágosodást, együtt szabadíthatjuk meg magunkat és egymást attól a szenvedéstől, amely nem kötelező, csak lehetséges. És ha ezt látjuk, akkor valószínűleg nem élünk ezzel a lehetőséggel ekkor áll be az a természetes lét, amely minden külön ideológia nélkül boldogsághoz, békéhez és harmonikus emberi élethez vezethet. Úgyhogy ehhez kívánok mindannyiunknak erőt, egészséget, kitartást, és egy olyasféle lojalitást, amely nem ragaszkodáson, hanem megfelelő elkötelezettségen és kitartáson alapul. Ekkor tudunk igazán segíteni egymásnak. Köszönöm a figyelmet!